Kedves vendégek, most pedig a Protestáns Újságírók Szövetsége Ráth Mátyás díjának átadása következik. A kiemelkedő szakmai munkáért évenként egy alkalommal odaítélt kitüntetést arról az evangélikus lelkészről nevezték el, aki az első magyar nyelvű újság, az általa 1780-ban alapított Magyar Hírmondó szerkesztője volt. A díjat a Prusz elnökségi tagja dr. Lakatos Judit adja át. Laudációt mond a Protestáns Újságírók Szövetségének titkára T. Pintér Károly. Mindazok, akik ma nem lehetnek részesei ennek az ünnepi estének, nagy valószínűséggel a médiából, legjobb eséllyel egyházaink nyomtatott vagy digitális sajtójából fognak tudomást szerezni a történtekről. Tudom, ezt ma már olyan természetesnek tekintjük, mint hogy a csapból víz folyik, másból meg más. A klasszikus újságírás valójában szolgáltatás. E szolgáltatás azonban szolgálattá tud alacsonyodni, és szolgálattá tud nemesülni. Bár módosulását mindkét esetben valamely értékrendhez való igazodás, elköteleződés idézi elő, nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy ez az igazodás horizontális vagy vertikális. Hölgyeim és uraim, a Protestáns Újságírók Szövetsége jövőre jegyezheti megalakulásának 10. évfordulóját. Tagságunk a nyilvánvalóan szerény lehetőségek és a harsány toborzás teljes mellőzése ellenére folyamatosan növekszik. És ha ez így van, akkor talán nem tévedek, amikor azt gondolom, hogy vonzerőnk legfőbb, ha ugyan nem egyedüli oka, hogy szövetségünk kezdetektől tudatosan vállalta a biblikus értékrendhez való igazodást. A nem jobbra, nem balra, hanem felfelé elköteleződést. Ami mindazonáltal nem zárja ki, sőt, erkölcsi kötelességünké teszi, hogy közéleti kérdésekben is állást foglaljunk. Ennek fényében talán nem lebecsülendő eredmény, hogy az a díj, amelynek idei átadására készülünk, mindeddig úgy hisszük, nem került méltatlan kezekbe. Most másodízben fordul azonban elő, hogy a kitüntetésre érdemesített szemét előzetesen nem értesítettük az elnökség döntéséről. Tavaly biztosak lehettünk abban, hogy Nagy Katalin át fogja venni a díjat, tekintett arról, hogy tőlünk teljesen függetlenül őt kérték fel a gála műsorvezetésére. Most viszont azért nem értesítettük előzetesen a díjazottat, mert tisztában voltunk azzal, hogy javaslatunkat nem lett volna hajlandó elfogadni. Ezúton is köszönöm a MEÖT főtitkára, dr. Fis Vilmos hatható segítségét abban, hogy körünkben tudhatjuk a Ráth Mátyás díj 2013. évi díjazottját, szövetségünk elnökét, Novotny Zoltánt. Tisztelettel megkérem a elnök urat, hogy... Vegye át a díjat. Mielőtt azonban átadnánk neki, szabad legyen néhány személyes emlékkel kiegészítenem a laudációt. Említettem, hogy a Protestáns Újságírók Szövetsége hivatalosan 2004 áprilisában került bejegyzésre. Létrejöttét természetesen hónapok munkája előzte meg. Az előkészítés során eljött az a pillanat, amikor rádöbbentünk, hogy elnököt kellene találnunk. Egy olyan személyiséget, aki úgymond a Prusz arca lehetne. Alapvető kritériumként fogalmazódott meg, hogy a majdani elnök legyen közismert, legyen szakmailag vitán felül elismert, nem utolsó sorban pedig legyen valamely protestáns felekezetünkhöz szorosan kötődő, álhatatos, hűséges. Nos, ami az idén 73 éves Novotny Zoltán esetében a hűséget illeti,
Arra nem csak első és egyetlen hitveséhez, kis Zsuzsannához fűződő töretlen szeretete lehet bizonyíték, de talán az is, hogy Novotny Zoltánnak, tessenek megkapaszkodni, a Magyar Rádió az első és egyetlen munkahelye. A bölcsészdiploma megszerzése után 1963-ban bemondóként kezdett dolgozni a rádiónál, ahol 1966-tól sportriporter, szerkesztő, 1996-2002 között a Petőfi Rádió adás főszerkesztője is volt. 12 nyári olimpia, 4 labdarúgó világbajnokság, megszámlálhatatlan nemzetközi sporteredmény közvetítése fűződik a nevéhez. Kollégái szerint hatalmas tapasztalata miatt úgyszólván minden sportág közvetítését rá lehet bízni. Nem mellesleg 17 éven át volt a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke. Már nem tudom, melyikünkben vetődött fel a deáktéri evangélikus gyülekezetben akkor már régóta presbiteri tisztséget betöltő Novotny Zoltán neve, de arra emlékszem, hogy az ötletet mindenki lelkesen támogatta, kivéve Novotny Zoltánt. Munkájára számos egyéb elkötelezettségre hivatkozva tiltakozott, ám de azzal győzködtük, hogy elnökként valójában nem lesz sok dolga, inkább csak protokoll feladatokat kellene ellátnia. Végül is elvállalta a jelölést. Hogy az alakuló közgyűlés egyhangúan meg is választotta, abban nem volt semmi meglepő. A meglepetés az első elnökségi ülésen ért bennünket, amikor újdonsült testületként hirtelenjében nem is tudtuk, hogy mit évők legyünk. Novotny Zoltán egy darabig udvariasan hallgatta, összevissza ötletelgetésünket, aztán elővette noteszét, szót kért, és szépen, akkurátosan, pontokba szedve említett néhány használhatónak ítélt javaslatot, majd magát sem kímélve, precízen ki is osztotta a feladatokat. 3 percen belül megszületett mindannyiunkban a felismerés, van elnökünk. És tisztelt hölgyeim és uraim, máig Novotny Zoltán az, aki először is egyetlen elnökségülésről sem hiányzik, még csak nem is késik, és noteszéből napra pontosan föl tudja idézni évekkel ezelőtt hozott döntéseinket is. Most joggal kérdezhetik, hogyan lehetséges az, hogy kitüntetéséről nem tudhatott. Nos, Novotny Zoltán egyetlen egyszer kórházi elfoglaltsága miatt hiányzott elnökségülésünkről. Történetesen pont arról, amelyen a Ráth Mátyás díj odaítélése volt a téma. Visszatérte után emlékeztettük arra, hogy milyen jól sült el, amikor tavaly Nagy Katalin nem szerzett előzőleg tudomást díjazásáról. Mi lenne, vetettem fel, ha most meg te olvasnád fel úgy a laudációt, hogy persze bevallotta, nem tudott ki hivatott a díjat átvenni. Nem tartotta jónak az ötletet, kicsit talán sérelmezte is, de mert mindenki más támogatta, tudomásul vette. Lehetséges, hogy kicsi valóban erőltetett volt ez a titkolódzás, látva a meghívóban a laudáló nevét akár meg is sértődhetett volna, hiszen a Ráth Mátyás díjat mindenkor szövetségünk elnöke hivatott átadni. 2013. október 20-án azonban a plusz Ráth Mátyás díját szövetségünk elnöke Novotny Zoltán hivatott átvenni. És nem azért, mert már mindenki tudja, hogy prima, hanem mert mi, szövetséges munkatársai, már 10 éve tudjuk, hogy primissima. Bevallom, a meglepetés azért nem teljesen sikerült, mert nem ejtettek a fejemre, úgyhogy sejtettem, hogy ez kerekedik a dologból ki. Ugye elleneztem, ezt most már hagyjuk, hiszen itt a kezemben a díj. Amikor elnök lettem a Protestáns Újságírók Szövetségében, akkor az elnökségi tagok az ülés végén azt mondták, hogy hát most csőbe húztunk. Úgy érzem, hogy most ezzel a díjjal is egy kicsit csőbe húztak engem munkatársaim. Mit tudok mondani, hogy az elmúlt 2 évtizedben nagyon sok reformációi gálán vettem részt.
Volt, amit meghívott, volt, amit műsorvezető, volt, amit előadó, volt, amit díjátadó, és most ezek szerint díjazott is vagyok. Lehet, hogy jövőre én leszek a karmester. Egyébként magamról furamód Rátóti Zoltán vagy Baktai Ervin szavait tudom idézni, hogy hiszek az emberekben, hiszem, hogy becsületesen kell élni, és erőnkhöz mérten vállalni kell mindazt, amit az élet, a sors, talán Isten ránk parancsolt. És valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ha beszélsz, beszélj hangosan, hogy halljanak, beszélj lassan, hogy értsenek, beszélj röviden, hogy szeressenek. Köszönöm. Szívből gratulálunk Novotny Zoltánnak az elismeréshez. A lónyai sok súgták nekem, hogy állítólag járt a lónyaiba. Hát már öregszem, már is elfelejtettem, ezzel akartam kezdeni, hogy büszke vagyok a lónyai sokra. 1946-tól 50-ig, bármilyen hihetetlen, 12 év folyamos volt az iskola, tehát elemibe, 6 éves koromtól 10 éves koromig a lónyaiba jártam, amelynek három bejárata van, a Kinizsi utcáról, a Közraktár utcáról és a Zsil utcából, csak a Lónyai utcából nincs. Kondói Kis József volt az igazgatóm, Bene Eszter volt a tanítónénim, aki mindenre megtanított, és nem véletlen lettem sportriporter, hiszen Patai Zsigmond, a magyar röplabdázás atya, megteremtője volt az egyik testnevelő tanárom, Dombi Pál, a magyar kézilabda megteremtője a másik, és hát híres sportolók kerültek ki abból az iskolából, mondjuk Kamuti Jenőék, aki ugyancsak olimpiai ezüstérmes volt, de világbajnok. Ebédlő asztalán pingpongoztunk tanítás után nagyon sokat. Úgyhogy a lónyairól nagyon sokat tudnék mesélni, beszélni. Elnézést, hogy elfelejtettem a lényeget. Hogy tetszett a Lázár Ervin novella, amit nem is mostanában írt pedig Lázár Ervin? Körülbelül 20 esztendővel ezelőtt írt a Lázár Ervin, még életében is sikerült vele többször is műsort készíteni, és azért majdnem mindig becsempésztük ezt a novellát vagy egy részletét. Úgyhogy hihetetlen, hogy tulajdonképpen ismerem, de a csuda gondolta volna, hogy ez 20 esztendő múltán mennyire aktuális. Mondjuk megjegyzem azt, hogy a románok ellen segített volna, de a hollandok ellen még ez sem. Nagyon szépen köszönjük, mindannyian büszkék lehetünk önre. Köszönjük szépen és gratulálunk!